Szép jó napot kívánok! Időjárás jelentés következik. A holnapi nap észak felől erős hideg front tör be, és dél irányából pedig mediterrán levegővel érkezik felhőzet, találkozik az északról betörő felhővel, és hideggel, ennek köszönhetően havazás várható, és miután ez megtörtént, az elvonult front után ragyogó napsütés lesz a követő napon. Na de amiért lejelentkeztem, most nem ez a lényeg, hogy milyen időjárás lesz, bár tényleg ilyen időjárás lesz, hanem a lámpa miatt jelentkeztem, ami itt van most nekem itt a kezembe. Ez az álló lámpa, aminek a felső része ilyen tányéros, és a nem a sima izzó, hanem az a hosszúkás izzó való bele, az most viszont nem világít, kiéget valószínűleg, vagy pedig a kapcsoló ment tönkre. Ez lenne a kérdésem igazából, mivel hogy a kapcsolóban biztos, hogy van áram, működik, mert hogy ezt ki tudom kapcsolni, és be tudom kapcsolni, de ez egy külön kapcsoló, de van mellette egy másik, egy ilyen csúszkás kapcsoló, amivel lehetett a fényerőséget állítani a tányéros izzónak, és itt az a kérdés, aki ilyen lámpát használt már, hogy az előfordulhatott, vagy úgy működik-e, mert még nem történt meg ezzel a lámpával, pedig már nagyon-nagyon sok éve megvan, szóval nem is tudom mióta, nagyon-nagyon régóta használjuk, és még nem is cseréltünk szerintem talán egyszer, vagy lehet, hogy nem is cseréltünk izzót, most nem tudom pontosan, de az a lényeg, hogy most a kapcsoló, ami itt van, amin van ez a csúszka, amivel a fényerőt lehet szabályozni, az, amikor felhúztam, illetve bekapcsoltam, akkor ez a kis lámpa itt világított. Most a kérdés az az, hogy a kapcsoló tönkrement, és azért nem világít a lámpa, az a kis jelzőfénylámpa, vagy pedig azért nem világít a jelzőfény, itt ami van kis kapcsolón, mert kiégett az izzó, és ezáltal itt se világít ez a kis jelzőlámpa. Hogy most melyik a rossz? Az izzó, vagy a kapcsolón a jelzőfény, egyúttal tönkrement a kapcsoló, vagy csere, mert kiégett az izzó. Ez itt a kérdés azok felé, aki használ ilyen lámpát, és tudja erre a választ, azt megköszönöm. Megkönnyítve ezzel a dolgunkat, mert nem csak az, hogy veszünk egy olyan izzót, mert szerintem az ráadásul ebben a hosszú verzióban még nem is lehet. Lehet, az is lehet, hogy már nem is lehet kapni ebbe a lámpába, mert már annyira régi. De hogyha lehet is, biztos, hogy nem olyan áron dobálják utánat, hogy csak úgy megveszed, és ha esetleg rossz a kapcsoló, akkor meg hiába vettél izzót, mert a kapcsolóval meg nem tudsz mit csinálni, mert nem találsz ilyen kapcsolót, amit mondjuk kicseréd, vagy megjavítsd. Köszönöm szépen a kérdésre a válaszokat, és verőfényes napsütést kívánok! Jó éjszakát!